Indiai diákok környezetvédelmi esküdtettek egy tüntetésen vasárnap. A légszennyezés ellen tiltakozott a demonstráció, azt követően, hogy a rossz levegő minőség miatt rendkívüli tanítási szünetet kellett elrendelni iskolákban. A legszennyezettebb levegőjű városokban maszkot viselnek az emberek, de a torok irritációja mellett sokan szembántalmakra is panaszkodnak. A tüntető diákok egyike, Sairuja Vardan szerint a fiatalok már a létezésükért tüntetnek, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. A légszennyezés fő okozója az ipar, a mezőgazdasági égetések, a közlekedés és a lakossági tüzelés. Több városban a gyenge szelek miatt emelkedik a szennyezés koncentrációja. Emiatt nyíltak meg az első oxigénbárok Delhiben, ahová betérhetnek azok, akik nehezen bírják a szennyezett levegőt. 2017-ben 1 millió korai halálesetet hoztak összefüggésbe a légszennyezéssel Indiában. Ajay Johnson, egy oxigénbár tulajdonosa, folyamatosan követi az adatokat. Állítja, hogy rendkívül veszélyes az egészségre a jelenlegi szennyezettség. A tartósan szennyezett levegő belélegzése növeli a rákos megbetegedések kialakulásának esélyét, légúti és keringési betegségeket okoz.